Retteg az idei téltől ez a belga nyugdíjas. Veronik évek óta nem tudja kellően felfűteni a lakását. A mostani gázárak pedig megfizethetetlenek számára, idén már a zuhanyzáson is próbál spórolni. Korábban a mikrohullámú sütőben melegítettem a vizet a teához, most azonban inkább az elektromos kávéfőzőt használom, mert kevesebbet fogyaszt. Ennyi. És a mindennapi fürdés helyett hetente csak kétszer zuhanyzom, a többi nap csak a mosdókagylót használom. A belga nyugdíjas azt mondja, ennél többet már nem tud spórolni, az élelmiszert is csak akciósan veszi, a gázt pedig kedvezményes áron kapja a szociális helyzete miatt. Ősszel már csak napi egy órára kapcsolta be a fűtést, azt mondja, télen választania kell majd a hideg, illetve az adósság felhalmozása között. Felháborító, amin keresztül megyünk, az összes ember. Itt voltak az árvizek, mihez kezdenek majd velük? Embertelen ennyire megemelni az energia árát. Belgiumban egyre többen kérnek segítséget a kormánytól a magas energiaárak miatt. Civil szervezetek szerint újabb rétegek csúszhatnak le. Általában olyanok keresnek meg bennünket, akik már bizonytalan helyzetben vannak és nem tudják fizetni a számláikat. Már az én családomban és a baráti körömben is kérdezgetik, hogy mi folyik itt, és hogy hogyan tudják kifizetni a számlákat. Ezek átlagos keresetű emberek, akik azt kérdik, hogy mi folyik itt, mondta egy civil szervezet segítője. En revenu moyen, qui ont aussi des questions sur ce qui se passe maintenant. A belga kormány az energiaválság miatt megkönnyítette a szociális tarifához való hozzáférést, azonban ez a rendelkezés decemberben véget ér, akkor több ezren kerülhetnek ismét kiszolgáltatott helyzetbe.